Üzlettársukat tartották fogva, emberrablás, vesztegetés, kifosztás és közokirat hamisítás miatt 16 embert ítélt letöltendő, illetve felfüggesztett börtönbüntetésre a nyíregyházi törvényszék. Újrahasznosítás. Országos szinten 100 milliárd forintos pályázati lehetőség nyílik a hulladék hasznosítás fejlesztésére és korszerűsítésére hazánkban. Nőhet a termőterület, ettől az évtől már termeléshez kötött támogatás is jár a burgonyát termesztő gazdáknak, tájékoztatott a megyei agrárkamara elnöke. Emberrablás, vesztegetés, kifosztás és közokirat hamisítás miatt 16 embert ítélt letöltendő, illetve felfüggesztett börtönbüntetésre kedden a nyíregyházi törvényszék. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A vádlottakat azért ítélte el a bíróság, mert 2015. januárjában megszervezték, illetve részt vettek üzlettársuk elrablásában. A sértettől több mint 17 millió forint kifizetését követelték, a férfit a rendőrök szabadították ki. A rendőrség által készített videófelvételen a vádlottakat fogják el a kommandósok. A bíróság által megállapított tényállás szerint az elrabolt férfinak az ügy elsőrendű vádlottjával volt elszámolási vitája, aki több mint 17 millió forintot követelt tőle. Miután ezt nem kapta meg, megkérte a többi vádlottat, hogy segítsenek neki a vállalkozó elrablásában. 2015. január 9-én az egyik vásárosnaményi áruház parkolójába csalták a vállalkozót, akit autóba tuszkoltak, elvették a mobiltelefonját, majd egy fővárosi szállodába vitték. A férfira, akinek elégették személyes iratait és bankkártyáját is, a rendőrök egy idegenrendészeti razzia keretében találtak rá 3 nap múlva. A 2015. január 21. napjától őrizetben, majd 2015. január 23. napjától előzetes letartóztatásban, ezt követően 2016. július 27. napjától házi őrizetben lévő elsőrendű vádlott, bűnös, emberrablás büntettének kísérletében, mint felbújtó. VTK 190. szakasz első bekezdés A pont és vesztegetés büntettében, mint felbújtó. 290. szakasz első bekezdés. Ezért a törvényszék halmazati büntetésül 5 év szabadságvesztés büntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata börtön. Az első rendűn kívül mindössze 4 vádlott jelent meg a keddi ítélet hirdetésen. A büntető ügyben összesen 16 vádlottra szabott ki hosszabb, rövidebb idejű szabadságvesztést a bíróság, többek közt személyi szabadság megsértése, közokirat hamisítás és kifosztás miatt. Egyes vádlottak a pénz visszaszerzésében segítettek, mások a rablásban is részt vettek. 7 vádlottat letöltendő börtönbüntetéssel sújtottak, közülük a legnagyobb büntetést, 5 évet az elsőrendű vádlott kapta. A többi 9 vádlottat különböző időtartamú próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztéssel büntette a bíróság, a vádlottak egy része fellebbezést jelentett be a végzés ellen, így esetükben az ítélet nem jogerős. Országos szinten 100 milliárd forintos pályázati lehetőség nyílik a hulladék hasznosítás fejlesztésére és korszerűsítésére hazánkban. Annak érdekében, hogy Magyarország is teljesítse az Európai Uniós elvárásokat 2020-ig. Ennek lényege, hogy csökkentsék a lerakott hulladék mennyiségét és növeljék az újrahasznosítást. A cél az úgynevezett körforgásos gazdaság alkalmazása a hulladék hasznosítás terén. Az úgynevezett zéró lerakás elnevezésű nemzeti hulladékhasznosítási mintaprojektet mutatták be a program szakmai konferenciáján Nyíregyházán. A tervek szerint úgynevezett körforgásos gazdaságot alakítanak ki hazánkban, amelynek köszönhetően a hulladékból használható termékeket állítanak elő. Ez az eljárás Magyarországon még újnak számít. Európa fejlettebb tagállamaiban ez azonban már egy jól működő formája a hulladékfelhasználásnak. Kiválogatjuk, tisztítjuk, és újrahasznosítjuk, vagy újra ugyanolyan műanyagot állítunk belőle elő, vagy például a biohulladékokból biogázt, a biogázból biometánt állítunk elő. A biometán az a földgázzal egyenértékű anyag. Azt már mindenki tudja, hogy azzal lehet
fűteni, villamos hőenergiát előállítani, lehet a hulladékgyűjtő járművek üzemanyagellátását biztosítani, de miután többi jogászt tudunk termelni, mint ami a saját szükségletérehez kell, ezért a tömegközlekedés részére lehetne a biometán továbbadni, sőt a gázhálózaton keresztül a vegyipari üzemek számára is lehet értékesíteni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente 140 ezer tonna hulladék keletkezik, ebből közel megegyező mennyiségű üvegházhatású gáz keletkezik. Ennek levegőszennyező hatása okozza az átlag hőmérséklet emelkedését, amely Magyarországon belül megyénkben a legnagyobb mértékű, mintegy 1,7 Celsius fok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében adott az alap a projekt sikerességéhez, közölte a megyei közgyűlés elnöke, hiszen egységes közszolgálati rendszer működik már évek óta. Amíg az ország más pontjain jelenleg komoly feladat a hulladékgazdálkodási társulások önkormányzati tulajdonúvá alakítása, itt ez már megtörtént. Amint a projekthez több beruházás és uniós projekt is társul majd a következő években. Most is egy uniós projektnek a kezdeténél tartunk, ez egy több mint 6 milliárdos projekt, amely a már képződött hulladék mennyiségnek a kezelését, válogatását, ezzel kapcsolatos infrastruktúrális beavatkozásokat feltételez, de mondjuk egy biogáz erőmű erre történő telepítése, vagy szilárd hulladék megsemmisítő műveknek különböző szakmai megoldások vannak, erre a megépítése is újabb milliárdos beruházásokat feltételez. Ezeket elsősorban persze uniós forrásokból szeretnénk mi is megvalósítani. Amint a projektnek köszönhetően a hulladékból lényegesen kevesebb kerül majd lerakóba, minél többet hasznosítanak újra, közölte Szabó Zsolt államtitkár. Hozzátette, ez olyan többletértéket hoz létre, amely emelheti Magyarország GDP-jét. Korábban külföldi cégek hasznosították ezeket, ezért is akarja a kormány, hogy a hulladékgazdálkodási társulások önkormányzati tulajdonban legyenek. A teljes hulladékgazdálkodás szervezésével kapcsolatosan mintegy 100 milliárd forintos pályázat lesz, ez Európai Uniós és a magyar kormány által biztosított forrás. A cél az, hogy ami az Európai Uniós előírások, azoknak megfeleljünk a körkörös gazdálkodás és a szelektív hulladékgyűjtés területén. Ebben már történtek a korábbiakban is lépések. Itt Szabolcs-Szatmár megyében maga a közös gazdálkodási egység az nagyon jó helyzetben van, jól tart, jók a számaik, és tudják hozni azokat az előírásokat, amik rendelkezésünk állnak jelen pillanatban. A következő évek egyik fontos feladata a szemléletformálás, annak érdekében, hogy megváltozzanak a fogyasztói szokások. A program célja, hogy a teljes lakosság szelektíven gyűjtse a hulladékot. A konferencián az is elhangzott, egy non-profit alapú közszolgáltatási rendszer kialakításán dolgoznak a szakemberek, amelynek köszönhetően várhatóan a lakossági díjak is csökkennek majd. Ettől az évtől már termeléshez kötött támogatás is jár a burgonyát termesztő gazdáknak, ami növelheti a termőterületeket, tájékoztatotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara elnöke. Burgonyát tavaly 1197 hektáron ültettek a térségben. Befejezték a burgonya és a borsó vetését is itt Tímáron. A zöld borsó termelést a gyárak megrendelése is befolyásolja. Itt összesen 500 hektáron vetettek, a teljes megyében pedig közel 1200 hektáron. Évekkel ezelőtt a mennyiség visszaesésének az oka az ukrán és az orosz piac terjeszkedése volt. A magyar terméket nehéz volt értékesíteni. Burgonyával korábban 2000 hektáron foglalkoztak ezen a környéken. Sajnos ugye ismert az a tendencia, hogy az elmúlt években fokozatosan és folyamatosan csökkent a termőterület. Ennek oka, hogy nagyon nagy beruházást igényelne burgonya termesztés, egyrészt a maga a termesztés, másrészt a tárolás értékesítés, és hát a piacok is nagyon beszűkültek. Ennek eredményeképpen a hagyományos növény, amely valamikor a falunak a fő megélhetési forrása volt, ez minimálisra csökkent, mindössze 13 hektáron termelünk burgonyát, ez itteni közösség. Burgonyát tavaly 1197 hektáron vetettek a szabolcsi gazdák, idén pedig közel 1200 hektáron tervezték a leadott adatok szerint. Csökkenésre egyáltalán nem számítanak. Több 2017-től életbe lépett kedvezmény miatt inkább a termőterület növekedésében bízik az Agrárkamara. A fiatal gazdák a standard termelési érték miatt a dinnyét, illetve a burgonyát választották sokan, ezt én úgy gondoltam, hogy talán még emelkedni is fog egy néhány százalékban, ugyanez mondható el a borsónál is,
Sőt, az is erre serkenti a gazdálkodókat, hogy 2017-től a termeléshez kötött támogatás is jár a burgonyára, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem beszélhetünk csökkenésről, legalábbis a felmért adatok ezt bizonyítják. A vetés már a végéhez közeledik, a múlt heti csapadékos időjárásnak köszönhetően szinte mindenhol be tudták fejezni a gazdák a munkálatokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyébként a kukorica foglalja el a legnagyobb területet, összesen 97 ezer hektáron termesztik. Baleset történt tegnap este Görögszállás külterületén a 38-as számú főútvonalon. Egy személygépkocsi balra kanyarodott, amikor már őt előzte egy másik autó, feltehetően nagy sebességgel. A két jármű összeütközött, az egyik autó több kressz és terelő táblát is kitört, majd kerítésnek csapódott. A mentők egy személyt szállítottak kórházba könnyű sérülésekkel. Folytatódik a Tudás Presszó. Idén 4 előadással kerülhet közelebb a tudomány az emberekhez. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Az elmúlt évekhez hasonlóan 3 fiatal sportolóval kötött támogatói szerződést az egyik megyebeli pénzintézet. Az asztali teniszező Laskai Íris, a magasugró Bakosi Péter és a golfozó Závadszky Bálint felkészülését és versenyeztetését egy éven keresztül segíti a pénzbeli támogatás. A budapesti ESMTK nyerte a csapatversenyt a 4. Nyírsport Kupa nemzetközi birkózó viadalon a Beregszánc és az Eger együttese előtt. A nyíregyházi rendezvényen 29 csapat, 250 birkózója lépett szőnyegre. Folytatódik a Tudás Presszó. Idén 4 előadással kerülhet közelebb a tudomány az emberekhez. A Nyíregyháza Kertvárosi Evangélikus Gyülekezet a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a Tudástársadalom Alapítvánnyal közösen indítja el a sorozatot Nyíregyházán. Az első alkalommal dr. Jenei Teréz, a Nyíregyházi Egyetem Tanítóképző Intézetének igazgatója, Mesés Cigány Kultúra címmel tartott előadást. Az Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatóinak előadásával kezdődött a 2017-es tavaszi tudományos sorozat a Tudás Presszó. Az előadások társadalmi kérdésekről, tudományos kutatások új eredményeiről szólnak. A romák történelme, kultúrája sem a saját közösségükben, sem a többségi társadalomban nem ismert. A pedagógus képzésben tanítanak romológiát, hiszen az iskolákban a tanítók, tanárok ezáltal is jobban elfogadják és megismerik a roma tanulókat. A tanító szakos hallgatóink választhatnak egy 14 kredit értékű modult, amelynek az a címe, hogy a cigány-roma kultúra és társadalom ismerete. Úgyhogy ezt a 14 kreditet óraszámba lefordítom, ez egy 150-160 óra. Ennek része például az, hogy belekóstolunk egy kicsit a lovári nyelv tanulmányozásába, külön foglalkozunk a cigány népköltészettel, foglalkozunk olyan filmekkel, amelye valamilyen szempontból kötődik a cigánysághoz. A program 2009-ben indult Science Café címmel. A nyíregyházi rendezvény üzenete, hogy nem csak Budapesten van tudomány, és nem csak a fővárosiakat érdeklik tudományos előadások, mondta Fábri György, társadalomkutató, a sorozat házigazdája, aki szerint a rendezvény egyik nagy értéke, hogy a jelenlévők kérdezhetnek is a tudósoktól. Nyugodtan rákérdezhetünk, a tudósok azért vannak, ezt magamra is mondom, amikor a saját területemről van szó, azért vannak, azért vagyunk, hogy abból a pénzből, amivel minket fenntart a közösség, értelmes válaszokat adjunk. A másik fontos viszonyulási forma az a tisztelet. Én úgy gondolom, a tudományt azt tisztelni kell, sajnos manapság ez a tisztelet ez kezd csökkenni, de a tudomány, amit számunkra tud nyújtani, az megérdemli a bizalmat és a tiszteletet. A reformáció jelentős mértékben hozzájárult a tudományos kutatás szabadságához, a különböző tudományterületek szakmai önállóságához. A reformáció 500. évfordulóján fontosnak tartották, hogy a rendezvényre pályázzanak, mondta el Laborczy Géza. A reformáció az nem csupán egy történelmi esemény, hanem annak máig ható következményei vannak, például a gondolkodásmódunkat alapvetően határozza meg az, hogy 500 évvel ezelőtt elindult egy folyamat, amely ugyan egyik oldalról
nagyon mélyen az ember személyes meggyőződésének, a hitének a megújulása volt, de ez aztán kihatással van az összes többire, kisugárzással van az összes többire. Tehát ez egy máig ható, tartó folyamat, például a tudományos gondolkodásmódnak a meghonosításában. Az előadásokat hétfőnként Nyíregyházán a Centrál Hotelben tartják. Nyitott, bárki elmehet ingyen, és meghallgathatja az előadásokat. A klímaváltozás, a reformáció, mint kommunikációs forradalom és a robotok nyomtatott világa lesznek a következő témák. Az elmúlt évekhez hasonlóan három fiatal sportolóval kötött támogatói szerződést az egyik megyebeli pénzintézet. Az asztali teniszező Laskai Íris, a magasugró Bakosi Péter és a golfozó Závadszky Bálint felkészülését és versenyeztetését egy éven keresztül segíti a pénzbeli támogatás. A pénzintézet 6 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a megyében egyedülálló kezdeményezésként segíti három fiatal sportoló felkészülését és versenyeztetését. Bakosi Péter és Závadszky Bálint már akkor ott volt a kedvezményezettek között, míg Laskai Íris tavaly csatlakozott a támogatottakhoz. A három sportoló ma írhatta alá azt a szerződést, amelyet a társadalmi szerepvállalást és a helyi értékek támogatását szem előtt tartva készített el a Takarékszövetkezet. Mi egy megyei szervezet vagyunk, a ügyfeleink helyiek, a tulajdonosaink helyiek, a dolgozóink helyiek, tehát fontosak számunkra azok az értékek, amik itt vannak, és ezek a fiatal sportolók pont ezt testesítik meg. Az amatőr világranglistára felkerülő Závadszky Bálint az elmúlt évben 12 országban versenyzett, közben idehaza megnyerte a junior bajnokságot és a magyar kupát. A fiatal golfozó célja, hogy az idei évre tervezett több mint 80 versenynapján olyan teljesítményt nyújtson, amivel előrébb lép a ranglistán. Nagyon büszke vagyok a magyar kupa győzelmemre, mert hogy ezt a tavaly évben a legfiatalabbként sikerült megnyernem. A magyar eredmények közül még a nyílt junior a magyar kategóriában első hely, a nyílt kategóriában pedig harmadik hely. A magyar kategóriában ezzel címet tudtam védeni, valamint a külföldi országokban való dobogós, illetve megnyert eredményeimre. A négy felnőtt szabadtéri bajnoki címe mellé idén már hatodik fedett pályás aranyát begyűjtő Bakosi Péter elsősorban a nyári univerziádéra készül, de nem mondott le a világbajnoki szereplésről sem, amelyhez 230 cm kellene ugrania. Felkészülésem vége felé járok, ugye lassan kezdődik a nyári szezon. Jelenleg nagyon jó a felkészülésem, jó formában vagyok, most közben jött egy kisebb sérülés, amit ugye próbálunk rendbehozni, emiatt most a németországi edzőtáborom is kérdőes, hogy kimegyek-e, vagy késéssel megyek ki. Először ezt a sérülést szeretnék rendbrakni, és utána folytatni tovább a felkészülést, és akkor kezdődik a nyári szezon. Az asztali teniszező Laskai Íris számos hazai és nemzetközi versenyen áll asztalhoz. A nyíregyházi versenyző a júliusi portugáliai korosztályos Európa-bajnokságon képviseli majd a magyar színeket, valamint egyetlen magyar pingpongozóként bekerült abba a csapatba, amely már a 2020-as tokiói olimpia jegyében több hónapon keresztül készül majd Japánban. A budapesti ESMTK nyerte a csapatversenyt a 4. Nyírsport Kupa nemzetközi birkózó viadalon a Beregszász és az Eger együttese előtt. A nyíregyházi rendezvényen 29 csapat 250 birkózója lépett szőnyegre. Nyíregyházán a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában rendezték meg a 4. Nyírsport Kupa nemzetközi birkózó versenyt. A viadalon az ovisoktól kezdve a felnőttekkel bezárólag minden korosztály képviseltette magát. A házigazda egyesület elnöke elmondta, három év alatt eljutottak addig, hogy már 4 szőnyegre van szükségük a mérkőzések zökkenőmentes megrendezéséhez. A viadal ebben az évben új nevet kapott. Az első alkalommal még egy kis teremben 150 fővel tudtuk megszervezni a versenyünket. Ma már eljutottunk odáig, hogy több mint 250 résztvevő van. 5 országból, Olaszország, Románia, Ukrajna, Szlovákia, tehát a környező magyar lakta területekről. Úgyhogy 4 szőnyegen kellett most már egy nagyobb teremben megrendeznünk, tehát egyre nagyobb lesz. És azért is különleges most ez a verseny, mert régi példaképemet, aki miatt én is elkezdtem a birkózást, dr. Hegedűs Csaba, akit az újságírók neveztek el a várnai, vagy a szofiai világbajnokság után mutatott teljesítményét, ugyanis minden mérkőzését tussal nyerte meg, és megkapta így a Mr. Tuss becenevet.
és megtisztelt azzal, hogy engedélyezte, hogy ezt a Mr. Tus nevet használhassuk, és a továbbiakban már a Mr. Tus kupa lesz a Nyílsport kupa. A versenyen ott volt a névadó Hegedűs Csaba is. A müncheni olimpiai bajnok szerint a fiatalok számára fontos, hogy sportoljanak, a sporták számára pedig az, hogy minél többen válasszák a birkózást. Azt látom, hogy ebben az urbanizált technikai csodákkal elpuhult világban a szülők, hiszen ebben a korban, 6-8 éves korban a szülők orientáltsága jelenik meg a termekben, hogy megszeretik a birkózást. Gyerekek szívesen járnak, ebben a ingerszegény világban nagyon jó, hogy az ösztönös bellük évezredek óta kifejlődött ösztönös mozgást tudják csinálni, és én azt látom, hogy jövője van ennek a sportágnak, nagyon komoly személyiségformáló ereje van. A Mr. Tus kupán a csapatversenyt a budapesti ESMTK nyerte, megelőzve a Beregszász és az Eger együttesét. A megyebeli versenyzők közül a rendező nyírsportese és a bökönydélyese birkózói két-két aranyat szereztek, míg a balkányiaknak egy aranyérem jutott. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Emberrablás, vesztegetés, kifosztás és közokirat hamisítás miatt 16 embert ítélt letöltendő, illetve felfüggesztett börtönbüntetésre kedden a nyíregyházi törvényszék. A vádlottakat azért ítélte el a bíróság, mert 2015. januárjában megszervezték, illetve részt vettek üzlettársuk elrablásában. A sértettől több mint 17 millió forint kifizetését követelték, a férfit a rendőrök szabadították ki. Országos szinten 100 milliárd forintos pályázati lehetőség nyílik a hulladék hasznosítás fejlesztésére és korszerűsítésére hazánkban. Annak érdekében, hogy Magyarország is teljesítse az Európai Uniós elvárásokat 2020-ig. Ennek lényege, hogy csökkentsék a lerakott hulladék mennyiségét és növeljék az újrahasznosítást. A cél az úgynevezett körforgásos gazdaság alkalmazása a hulladék hasznosítás terén. Ettől az évtől már termeléshez kötött támogatás is jár a burgonyát termesztő gazdáknak, ami növelheti a termőterületeket, tájékoztatotta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Agrárkamara elnöke. Burgonyát tavaly 1197 hektáron ültettek a térségben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 9-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős, továbbra is hideg időre számíthatunk. Szerdán megszűnik a hideg levegő utánpótlása, napközben a magasban már melegedés kezdődik. Az éjjeli órákban változóan felhős idő várható csapadék nélkül, késő estig még élénk lesz az északkeleti szél, majd éjszakára mérséklődik a légmozgás. Hajnalra erősen lehűl a levegő, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben fátyol felhős lesz az ég, főként szűrt napsütés várható, csapadék nem valószínű. A délnyugatira forduló szél időnként megélénkül, délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hét második felében egy délnyugat felől közeledő, majd hazánkat elérő mediterrán légörvény alakítja időjárásunkat. Jóval melegebb, egyre nedvesebb levegő érkezik fölénk, emiatt változékony, de meleg idő várható. Pénteken és szombaton záporokkal, zivatarokkal. A jövő héten gomoly felhős, napos, mérsékelten meleg időre van kilátás, elszórtan futó záporokkal.